60. évére szinte két ember öltőnyi munkát végzett, ami bámulatos teljesítmény, nem csak darabszámra, hanem minőségre is. A 60. életévét betöltő Turi Attila építész, a Makovecz Imre szellemiségét őrző organikus iskola alkotója. A Vigadóban a közelmúltban megnyílt, és egészen február elejéig látogatható kiállítása a 3 évtized alatt a közreműködésével létrejött épületeket mutatja be. A csoportos és egyéni munkákat át és át szövi az organikus iskola közös története. Úgy gondoltam, hogy valamilyen fajta összegzését kell adni 33 év saját és csoportosan elkövetett munkáival, amelyek az alaksorba találhatók, hisz maga a kiállítás nem pusztán Turi Attila, hanem Turi Attila és alkotótársainak kiállítása. Az ő munkájának az igazi sója az, hogy nincs egyedül, hanem egy órási csapat van mellette, egyenrangú társként, és mikor ki egy-egy munkánál, ki a vezető, ki a csapat vezetője, ez attól függ, milyen munkáról van szó. De nagyon sok olyan akció van, elég ha például az újjáépítésekre gondolok, amelyeknél természetesen az ember valamilyen fajta szerepet visz benne, de hát 30-at magával. Nem fémjelezhető pusztán egy ember nevével egy ilyen hatalmas mű például. A Kóskároly Egyesülés az egy nagy erő, és ez az erő képes arra, hogy nagy események idején mozgósítani lehet, mert értik egymás szavát. Nem beszélek csak olyanokról, mint a Beregi árvíz, a Zsolcai árvíz, a Sajó árvize, aztán a Vörösi szap, és így tovább. Tehát a Kóskároly Egyesülés teljes létszáma egy erőt képvisel, egy hadat képvisel. És amikor szólítja őket, akár a haza, akár a probléma, akkor ők hadra foghatók. Ugye egy idő után egy személyes stíl, vagy egy személyes formajegy, vagy egy gondolkodásmód látszik a műveken, amely gondolkodásmód az én hitem szerint nem más, mint amit mesteremtől, Makovecz Imrétől tanultam, és az az újító és elképesztő dolog, amit az építészetben megcsinált, én egy piciny szeletét, egy kicsiny szeletét próbáltam, ha tetszik, mélyíteni, kipróbálni, különböző helyzetekbe hozni, amit ő föltalált. Ember valódi természetéből fakadó építészeti felfogás, ami az én megítélésem szerint párját ritkítja. Nem tudok igazából többet, hogy ez a természet, mint hogy a saját természetünk összhangban van az anyatermészetből, hisz ugyanabból a matériából vetettünk. Ugyanazok a erők hatnak ránk, így ilyen értelemben természetes az, hogy például anyag használatában, térfelfogásában egy emberközpontú és egy ember által szerethető tereket akar létrehozni. Ott jár az emberek között, érzékenyen tud reagálni az emberek megbízásaira, építészete gazdag, hát szenvedéllyel teli. Ha sorra veszi az ember a házakat és csak úgy tallózik, akkor szinte mindenki talál benne magának valót. Az építészet nagyon sokrétű művészet. Összefüggésbe áll gazdasággal, összefüggésbe áll szociológiával, lásd az újjáépítéseket. Soha nem tisztán művészeti alkotás, és a létrehozásához, hogyha meggondoljuk, nagyon-nagyon sok ember kell, több száz ember kell, hogy egy mű létrejöjjön. Egy író leír egy sort, egy gyönyörű verset, kész, el van intézve, nem kell társakra lelnie. Nekünk alkudozni kell, taktikázni kell, trükközni kell, erőt kell tudni mutatni, kompromisszumkésznek kell lenni. Ez egy nagyon összetett műfaj. Mesterfokon érti a terek szövését, mindig egy gondolati magra építkezik, és ez
homlokzatokra is kivetül. Hallatlanul érti az anyagokat, téglát, fát és cserepet, és ezeknek a használata olyan magas fokú szórakoztató és élményt adó tömegeket, épületeket ad, hogy öröm nézni. Addig jó, ameddig az ember úgy áll föl és úgy végzi a munkáját, lehetett volna egy kicsit jobban, lehetett volna még, lehetett volna bátrabban, vagy nem kellett volna úgy. Ameddig ez a hajtóerő megvan, hogy majd a következő, addig jó. És érdekes dolog ez, hogy amikor az ember a kiállítás szervező rendezővel, Dénes Eszterrel válogatjuk a dolgokat, vagy a könyvemhez Erhard Gáborral a képeket, akkor van egy hiányérzék bennem, amikor lefekszem, és gondolkodom, hogy te a legjobbat nem adtam oda neki, a legjobbat. És akkor rájövök, hogy nem, az a legjobb, az még itt van a kezemben. Az majd jön.